Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai témánk az a régészet vizeire kalauzol minket. És hát itt is egy fontos téma lesz a középpontban, a sztyeppei lovasnépek kialakulása. És tulajdonképpen az a kérdéskör, hogy a sztyeppei lovasi népek hogyan alakultak ki, és kik voltak tulajdonképpen a világunk első lovasai, lovasnomádai, akik később a lovasi népeket alkották. És akkor kezdjük is el. Azt mindenki tudja, hogy a honfoglaló magyarok lóháton, lovasi népként jönnek be a Kárpát-medencébe. Látható, hogy az íjat legfőbb fegyverünkként használták, és a ló legfőbb társuk volt. Olyannyira, hogy a túlvilágra is magukkal vitték ezeket az eszközöket, és mind a lónak bizonyos részeit, így a lókoponyát, illetve a ló lábait, az íjat, az egyéb fegyvereket, szabját és a lószerszámokat is betemették a sírba. De nem csak a temetkezésükben látszik az, hogy a lovat mennyire tisztelték, hanem a honfoglaló művészetben is. Ugyanis például a hajfonat korongokon is megjelenik a ló, mint mítikus állat. Néha elindásodó végtagokkal, vagy madárszerű csörrel ugyan, de a ló teste az maga megjelenik. Itt látható egy érdekes állat, amire felhívnám a figyelmet ezen a Aldebrő-Mocsárosi áttört korongon, ahol látjuk, hogy a ló, ló teste van alapvetően ennek a lénynek, viszont csőre van és szarvai. Ezt azért mutatom, mert hogyha ugrunk egy olyan 8-10 ezer kilométert, és korszakban is visszamegyünk a Krisztus születése előtti harmadik században, akkor láthatjuk, hogy ugyanilyen állatokat ábrázolnak a mai Kína belső Mongólia területén az ázsiai Hun királysírokban. Itt látható ez a lótestű, csőrös, aggancsal ellátott állat. Érdekes az összefüggés, nem? A kettő között, hogy a honfoglaló magyaroknál is megvan ez az ábrázolás, illetve az ázsiai hunoknál is. De térjünk vissza arra, hogy kik lehettek az első lovasok. Az első lovasokhoz egészen a Neolitikumig kell visszamenni. Ekkor mai tudásunk szerint még nem volt háziasítva a ló, illetve a lovat maximum csak vadázták, és a húsát ették, de még lovagolni nem tudtak rajta. Ha visszamegyünk egészen itt az istenek koráig, ami ugye a tiszai kultúra Krisztus előtt, 4500, vagy az azt megelőző alföldi az vonaldészes, hogy lengyeli kultúra időszakában, ami Krisztus előtt 5000-ig megy, akkor láthatjuk, hogy a Kárpát-medencében egy nagyon gyönyörű kultúra virágzik. Ugye ez a ülő istenek, az agyagistenek kora, és ekkor hatalmas körárok rendszereket, több mint 100 méterre átmérőjű körárok rendszereket ástak kultikus céllal a Magyar Alföld és Magyar Dunántúl egyes területein. Egyik leghíresebb ezek közül a polgár csőszhalmi, amely település méreteivel a kor a világ egyik legnagyobb városa lehetett, ugyanis itt Krisztus előtt 5000 és 4500 között több mint 4000 ember lakhatott egyszerre, több száz házban. És ebben az időszakban, a középső és késő neolitikumban van egy olyan tártípus, amiket kentauroknak nevez a kutatás, ami nagyon érdekes. Ezeket kultikus tárgynak tartják, tehát olyan eszközöknek, amiket valamilyen vallási szertartás során használhattak, és hát mit is ábrázolnak ezek, hogyha tekintetünket a képernyőre vetjük, akkor látjuk, hogy ezek négy lábú állatok, amiken egy emberfej ábrázolás látható, tehát ezért is nevezik őket kentauroknak, de bennem már felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha a középső vagy késő neolitikumban, tehát akár Krisztus előtt 5000 körültől, olyan embereket ábrázolnak ezek a kentaurok, akik már fel tudtak ülni a ló hátára. Hogyha ez igaz, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy a ló megszerítése a Ma, tudomány mai állása előtt a Krisztus előtt 5. évezredben volt, viszont a Kárpát-medencébe jelenlegi tudásunk szerint ekkor még nincsenek háziasított lovak, viszont a Kentaur szobrocskák utalhatnak erre. Hol történik a lóháziasítása? Ez egy nagyon nagy kérdés. Láthatjuk ezt a zöld sávot a térképen. Ez a zöld sáv a kárpát medencétől indul, és egészen a mai Kína, illetve Kórea területéig tart. Ez a zöldsáv az évezredek folyamán hol vándorolt éjszakra, hol délre egy kicsit az időjárás függvényében, de ez a zöldsáv a Sztyeppei régió. Ebben a Sztyeppei régióban háziasították valahol a lovat, az oroszok szerint a délorosz orosz sztyeppéken, az ukrán régészek szerint az ukrán steppéken, de ugyanígy, ha keletre megyünk, a kazakoknál a kazak steppéken, a kínaiak szerint belső Mongóliába házisították, szóval eldönteni igazából nem lehet. Viszont az tény, hogy a legkorábbi lovaglásra vagy a háziasított ló jelenlétére utaló leletek, azok itt a Fekete tengertől az Urálig terjedő területen vannak. Már gyakorlatilag a Neolitikum végén, a részkor elején találhatunk elvétve ilyen leleteket. De kik is éltek ezen a területen, amikor a Neolit kentaurok a Kárpát-medencébe megjelennek. Ezen a térképen látható, hogy ott van egy Nyeperdon kultúra narancssárgával, Kelet-Európában, pont ott a Fekete-tenger és az Urál akik ott éltek. És a neperdon kultúráról azt kell tudni, hogy belődülk fejlődik ki az a részkori kultúra, akik már biztosan lovagoltak. Ennek a kultúrának a neve pedig Jamnaja kultúra. A Jamnaya kultúra itt a középső csíkozott rész a térképünkön. Látható, hogy egyik nyugati ága egészen az Alduna mentén benyúlik a Kárpát-medencébe, másik keleti ága, az pedig egészen a dél-urált körülölelve, dél-nyugat-szibéria csücskéig hatol, illetve hogy a Jamnaja kultúra részkorban kialakul, ez a kultúra gyakorlatilag tovább él ugyanezen a területen a bronzkor elején is, és a késő részkor, középső részkor időszakában mind a Kárpát-medence felé elterjed, mind kelet felé, létrehozva az Afanasyevó kultúrát, ami egészen a mai Mongólia-Kína határvidéke. De beszéljünk arról, hogy a Kárpát-medencében mit hoznak ezek a jamnaja népesség. Itt a kutatás Gödörsíros kultúra néven e, ismeri őket, ugyanis első elnevezésük ez volt a Kárpát-medencébe. De a legnagyobb és leglátványosabb régészeti jelenség, amit ez a a kultúra a Kárpát-medencébe behoz, ezek a máig álló hatalmas kurgánok. Ezek ugye sírhalmok, amiket egyetlen ember fölé temettek. Na most tudni kell azt, hogy ezekben több százezer, akár több millió munkaóra van benne egy ilyen halom megépítésébe. A korabeli csont és kő eszközökkel ezt a földet kiásni sem volt egyszerű, hát még összehordani. És hogyha azt megnézzük, hogy ez a jamnaja vagy gödörsíros népesség a Kárpát-medencei alaplakossághoz képest milyen csekély számú volt, bizony felvetődik a kérdés, hogy vajon ki ezeknek a csekély számú népességnek ilyen hatalmas földmunkával járó kurgánokat, ami teszem hozzá, hogy máig a Kárpát-medence legnagyobb kurgányai magasságuk akár a 10-14 métert is eléri, átmérőjük pedig közelít a 70-100 méterhez a legnagyobbaknak. Az Alföldön számos helyen találhatunk ilyeneket. És bizony arra gyanakszunk, hogy ezeket a kurgánokat maga az alaplakosság építette a keletről ideérkező uh, jamnaja kultúra népének. De miért is? Ugye itt a zöld vonallal láthatjuk körbekerítve, azt a régiót, az Alföld közepét, a Tisza mentét gyakorlatilag, amit a Jamnaya kultúra befolyása alatt tart, és hát zöldel az a pár néhány feltárt kurgán, ami feltárásra került. De mit hoznak a Jamnaya kultúra? Amikor megjelenik a középső részkorba, akkor akkor indul meg a Kárpát-medencébe gyakorlatilag az aranyművesség első fénykora, akkor készítik ezeket a középső részkori tárgyakat, és ami talán ennél is fontosabb, ekkor jelenik meg a késő részkorban a Kárpát-merencében a négykerekű kocsi, ami véleményem szerint egyértelműen egy keleti innováció, és véleményem szerint -nagy a kultúra hozta be. És nagyon fontos, hogy ezeket a kocsikat valószínűleg még nem lovak húzták, hiszen ahogy itt is látszik, van például itt ezek ökörfejek, tehát valószínűleg ezek ökrösszekerek voltak, de maga a kocsi akkor is megújította az egész világot, és ami a régészeti leletanyagból bizonyítható, hogy a Jamnaja kultúra hozta be a lovat a Kárpát-medencébe. Én biztos vagyok benne, hogy ekkor már hátaslóként is, tehát lovagoltak rajta, hiszen a keleti település területén a Jamnajának a tersek kultúra vidékén már Krisztus előtt 4000 körültől vannak annak nyomai, hogy ott bizony hátaslóként használják a lovat. Tehát a Kárpát-medencébe is úgy gondolom, hogy már hátaslóként érkezik be. Ahogy hátlépünk a bronzkor időszakában, már megjelennek a két kocsik is keleten. Az a bizonyos keleti ága a Jamnajának, ami elment egészen a mai Kína területéig, az már kétkerekű kocsikat használ, amik tulajdonképpen a harci kocsik, tulajdonképpen a római harci kocsi elődje is lesznek. Csak hogy ez még Krisztus előtt 2000-ben történik, korábban még a hettita lovas kocsiknál is. És így jön létre Közép-Ázsia legnagyobb kultúrája ebből a Jamnaja népességből, ez a szintastal előhelyjel jellemzett, majd ebből az egész közép elfoglaló Andronovó kultúra népe, akik meghatározzák mind a mai kínai bronzkor, mind gyakorlatilag teljes kelet- és közép bronzkorát, nagyon fontos nép, és tudni kell róluk, hogy ők is ennek a jamnaja kultúrának a keleti ága, csak úgy, mint a gödörsíros kultúra Kárpát-medencébe, mely a nyugati ág. Ők már nagyon látványos sírokat produkálnak. Látszik, hogy itt a legalsó szinten a kétkerekű kocsijában eltemetett halott fölötte a feláldozott felesége lovai áldozati tűz és kurgán a sír fölött. Ez Krisztus előtt olyan 1700-as évek. Tehát az a lényeg, hogy meg lehet figyelni a Fekete-tenger Urál vidékétől egy először a kárpát nencébe irányuló, majd keletre irányuló, egészen a mai Kína határáig tartó népmozgást, amit nagyon kevesen tudnak, hogy tulajdonképpen a lovas népek első elterjedése Európából zajlott, bizony nyugatról keleti irányba, és így jöttek létre azok a bronzkori kultúrák, amelyek gyakorlatilag utána fennálltak évezredekig. Például a kínaiakkal is ezek a lovas népek ismerkedik, ismertetik meg a bronzművességet. Kínában nincs is részkor, előtte csak jádéből faragott újkőkori uh, kultúra van. És az első kultúra, ami már keleten alakul ki, pont ott a Tuvai Köztársaság, Mongólia, Kína, Kazaksztán határán, Soroszország határán, ami már keleten ebből a keletre vándorolt Jamnaja alapnépesség tulajdonképpen ott letelepedett utódjaiként kezelhető, ez az Okunyev kultúra, amely az első olyan kultúra, amely keletről jön visszafelé nyugatra, a Kárpát-medence felé, és tulajdonképpen ez a kultúra Krisztus előtti 1800-as, 1300-as évek körül Csinálja az első olyan köztéléket, amelyeken már faragás nyomok is vannak. Korábbról is ismertek köztélék, de azok még díszítetlenek. De ezek a szarvasos köveknek nevezett kultúra már egyértelműen elővetíti azt a skita, mondhatjuk, hogy az egész jeppét uraló világbirodalomnak is nevezhető nagy-sjeppei szövetséget amely később, majd a Krisztus előtt 6.-5. században éli majd fénykorát. Tehát ezek a szarvasos kövek, ezek mondjuk olyan Krisztus előtt 1500 körül ö, gyakoriak, de a rajtuk ábrázolt szarvasok, illetve állatok ábrázolás módja, az már tulajdonképpen magába hordozza a skita kultúra kialakulását. Sekkor már van egy-két olyan fémből készült bronz típus is, kések, tőrök, illetve zablaolt altagok, amik Krisztus előtt 15.-13. századiak, amelyek később majd a Preskita és Skita leletanyagban fognak elterjedni és széles körben használtá válni. Ez az időszak, az 1200-as évek vége, vagy az, tehát az ezt követő okunyev kultúrát követő időszak az, amikor Kínában is, már a kínai birodalom területén is megjelennek a kocsi temetkezések, a kétkerekű kocsik, amelyeket a sztyeppei népek már több száz évvel korábban is használták. Ebben az időszakban jelennek meg egyébként a Kárpát-medencében is az első kocsik, Tisztus előtt 1200 körül a középső, késő bronzkor váltásakor, amiről olyan leleteink is vannak, mint például ez a áldozati leletként a folyóba dobott egész kocsi kerék, ami látszik, hogy nem egy harci kocsi hanem inkább egy dísz kocsi, hiszen teljes bronz borítása, és mindösszesen csak négy küllője van. Tehát ez inkább egy halotti temetési kocsi lehet, egy presztízs jármű, de ezt már mindenképpen ló vontatta, és azok a kisebb tárgyak, azok pedig kocsi rúd vég És egy kicsit ezt megelőzően körülbelül 1600 körülről vannak a Kárpát-medencéből az első bizonyítékaink arról, hogy a lovat hátasállatként használják hiszen ekkor jelennek meg a csontból készült zablatagok. De még egyszer felhív zabla oldaltagok. De még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy a Urál környékén a keretre vándorló Jamnaja kultúrában már vannak olyan régészeti bizonyítékok Krisztus előtt 4000 körültől, hogy a ott megtalált háziasított lovaknak kopás van a fognyomukon, vagyis a fogukon, és ez a kopás nyomot ezt a szájukban lévő bőrzabla koptatta ki, ami egyértelműen utal rá, hogy Krisztus előtt 4000 ott már bizony megülték a lovat. És ezért gondolom azt, hogy a mi neolit kentaúrjaink Krisztus előtt 5000, Krisztus előtt 4500 tájáról bizony már olyan embereket ábrázolhattak, akik ültek a lovan, csak még nem a Kárpát-medencében éltek, hanem keletebbre, ami ugye egy mítikus terület lehetett az itt élők számára akkor még. És a bronzkor után következik egy radikális forradalmi változás, ez a vaskor, amikor ugye először tudják a vasat kohósítani, Kelet-Európában Krisztus előtt ezer körült, nálunk a kárpát merencében 900 ezer körült Krisztus előtt, a vaskornak a legnagyobb újítása, az egyik legnagyobb, hogy széles körben elterjed a visszacsapó reflexi, ami korábban is megvan ugyan, de nem használják annyira sokan, mint a preszkíták például. Tehát ők már az első lovasi jásznép, akiknek vas fegyverei, vannak, amíg a bronzkardokat bizony akár ketté is tudják vágni, sokkal keményebb fémből készülnek. A visszacsapó reflexi minden addiginél nagyobb távolságra tud lőni, és ez egy gyors lóval, vasfegyverekkel párosítva, bizony Krisztus előtt ezer körül ez egy olyan ö, legyőzhetetlen sztyeppei sereget hozott létre, ami tuvában, Alakul ki ott, ahol az okónyev kultúra is volt, tehát Kína és Oroszország-Mongólia határán. Viszont már Krisztus előtt ezerben ilyen hatalmas, nagy kurgánokat épít, ami, amik lenyűgözőek, több mint száz méter átmérőjűek, és ezekben a kurgánokban több száz lovat temet, és nem véletlen a lónak ez a hihetetlen becsülete, hogy a sírokba is ennyi egy egész ménest áldoznak a királyuk mellé, hiszen ez a nép, a preszkíták, ezek kialakulások után, ami itten, mondom, ezen a vidéken történik, tehát Kelet-Ázsiában kialakulásuk után száz évvel már a Kárpát-medencében vannak, sőt, egészen nyugatabbra, a halstati kultúra területére is eljutnak kereskedelmi áruikkal, olyannyira, hogy kínai sejem is előkerül itt Halstadban. És a Kárpát-medencébe ez a nép már lovas fokosokkal érkezik, illetve azzal az aranybőséggel, mint amit láthattunk a középső részkorban a jamnaya kultúra megérkezésekor is. A preskíták, tehát az a nép, aki már ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a honfoglaló magyarok. Van neki a vaskardja, lova, és hátrafele nyilaznak, és ismerik azt jepei kultúra minden olyan elemét, amit a honfoglaló magyarok ehhez képest 2000 évvel később újra visszahoznak a Kárpát medencébe. És ezeknek a preszkítáknak az utódai, a sztyeppe legnagyobb burai, maguk a szkíták, akik a Kárpát medencéből Krisztus előtti 7.-6. század körül érkeznek, mint egy második hullámaként a 9-8. században érkező preszkítáknak. És hát pecsétlőiken, amelyiket vagy ruhát, textilt, vagy magát a bőrt, az emberi bőrt pecsételgették be, esetleg egy csata előtt, olyan mitikus lényeket ábrázolnak, mint a Griff, vagy mint a előadás elején már felvillantott csőrös ló. A szkíták szintén Tuva környékéről, származnak, legkorábbi, talán legkorábbi sírjaik itt vannak. Érdemes az 2 kettes kurgánt megemlíteni, amit 2003-ban német régészek Hermann Parzinger vezetésével, az oroszokkal együttműködve tártak fel. Ez volt az újkor legelső olyan király sírja, amelyben érintetlenül találták meg a királyt és feleségét, és hát bizony azért tudni kell, hogy ebben a sírban 24 kg arany került elő, több ezer aranytárgy formájában. Egyértelmű tehát, hogy a szkíták a Krisztus előtt 5. században gyakorlatilag az egész Tyeppe vidék urai. Ők is temetik a lovat, ugyanúgy, mint a preszkíták, vagy a még korábbi részkori, bronzkori elődeik, ugyanúgy kedvelik a szarvast, mint, mint például később a honfoglaló magyarok, csak gondoljunk csak a csoda szarvas mondára. És hát vitathatatlanul a szkíták korában, Krisztus előtt 6. 5. században kerül a legtöbb aranytárgy a sztyeppei földbe. Ugye Nagy Péter orosz cár is ezeket a szkítakurgánokat ásatta ki, és hordta össze teret, és hát keleten is Arzsan kettőből származnak még mindig ezek a tárgyak. Ott is nagyon sok aranytárgy került elő, de tudjuk, hogy a Kárpát-medencében is a szkíta aranyak megtalálhatóak. Itt tehát ez a sztyeppei régió, ami a Kárpát-medencétől ugye Kínáig tart, ez egy olyan folyosó volt gyakorlatilag a sztyeppei lovas népek számára, amit általában keletről nyugatra, de néha nyugatról keleti irányba is használtak, és amelyen egy olyan egységes kulturális szempontból, viseleti és életmódbeli szempontból egységes birodalmat, mondhatjuk azt, hogy civilizációt hoztak létre, amely a Krisztus előtt 5. században élte a fénykorát. Amikor 2016-ban Kínában jártam, a belső Mongóliában az Ordoszi Múzeumban, amit az ázsiai hunok leletanyagát bemutatandó hoztak létre, láttam ezt a térképet, amely együtt ábrázolja azt a birodalmat, igazából azt a kultúrkört, amit a szkítek a Kárpát-medencétől egészen a mai Kína területéig, belső Mongóliáig létrehoztak. Ez volt a Sztyeppei Birodalom fénykora, és ez az előadás azt akarta felvillantani, hogy ez a kultúra nem a semmiből jött, hanem előzményei meglepő módon Kelet-Európába vezetnek vissza, Krisztus előtt 4000, Krisztus előtt 5000 körülre, egészen a részkori Jamnaja kultúráig. És ez az Skita nép, aki a lovakat a túlvilágra is ugyanúgy vitte magával, mint később az ázsiai hunok, vagy az európai hunok, vagy akár a honfoglaló magyarok, ez alapozza meg a sztyeppe egységes birodalmi képét, amelyet utána már csak két nép tud, vagyis inkább három tud megvalósítani. Az egyik a Hun lesz, aki elvándorol Ázsiából és Európáig gyakorlatilag végigjárja a szkíták útját, és utána tulajdonképpen már csak dzsingiszkán a tatárjárásra, és dzsingiszkán előtt még a kunok, a képcsakok azok, akik tulajdonképpen ezt a területet majdnem teljes egészében uralják. És minden népnél nagyon közös dolog az, hogy a lovakat magukkal temetik, és ez egy olyan, ezt hívják lovas temetkezésnek, ez egy olyan kulturális jelenség, amely máshol nem található meg a világon igazából, a ló és a lovas kapcsolata. Mert máshol, például a keltáknál, vagy a rómaiaknál, vagy mezopotámiába, vagy Indiába a ló az inkább a kocsi síroknak a melléklete egy szükséges tárgya, de ott a kocsi síron van a hangsúly, hogy a halottas kocsit is eltemetik, de nem a lovon. Ezeknél a sztyeppei népeknél pedig abszolút a lóra helyeződik a hangsúly, és így a honfoglaló magyarok is bekapcsolódnak abba a vonalba, ami gyakorlatilag előttük már több ezer éven keresztül kialakult. Ugye itt egy paziriki skita lovas ábrázolás, egy olyan nyereggel, amelyen a fekete, sötét színű bak, kecske küzd egy világos színű oroszlánnal, Íme megy mai nyereg Vagy itt van egy másik szkít a nyerek, szintén pazirikből, amin megint egy sötét bakkecske küzd egy világos oroszlánnal. Hát mi más lehetne ez, mint a fényes a sötétség küzdelme az év legsötétebb hónapjának és az ég legvilágosabb hónapjának. A baknak és az oroszlánnak a küzdelme. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy ezek a skita jellegű állatstílus és a skita művészet az tulajdonképpen egészen bizonyos, hogy képírásként is működött, és minden ilyen uh, motivumnak jelentősége van. Ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a tárgyakat a túlvilágra szánták. Úgyhogy a túlvilágon pedig mindennek spirituális, szakrális jelentése van. És a Kárpát-medencébe eljutó uh, skita művészet legszebb leletei, a zöldhalompusztai, tápió Szent Mártoni aranyszarvasok mutatják azt, hogy ez a keletről jövő skita kultúra nyugati utolsó állomása az bizony a Kárpát-medence volt. És amikor a szkíta kultúra létezett, akkor a magyarság, a honfoglaló magyarság ősei egészen bizonyosan ebben a sztyeppei régióban éltek. Azt, hogy hol, azt majd a következő előadásba fogom valószínűsíteni, de a legfontosabb mondani valóm az, hogy a honfoglaló magyarság a szkíták által uralt terület valamelyikén élt, és nem véletlen tehát, hogy a Krisztus előtti 500-tól Krisztus után 900-ig, amikor a Kerpet mencébe érkeznek a magyarok, és azóta is itt élnek. Nem véletlen tehát, hogy a mai Hortobágyi gémes kutyainknak is mondjuk lófeje van. Ez a több ezer éves lovas hagyomány, ez úgy ivódik bele a népekbe, hogy ugye ma is ugyanúgy szereti a magyarság a lovat, mint pár ezer évvel ezelőtt. És hát lovassírjaink is ezt bizonyítják, ez egy honfoglaló lovassír karosról, vagy a honfoglaló magyarok művészete, illetve azok az eltemetett tárgyak, amelyek közül a túlvilágra szánt tárgyak legszebb részei, azok például a, ló, a teljesen gyönyörűen felszer számozott lovak, akiknek akár olyan kengyelei vannak, hogy a vaskengyelbe beleplattírozták az aranyat, ez egy. Nagyon nehéz munka, nagyon drága lehetett egy ilyen kengyel, mégis ugye vele temették a tulajdonossával, illetve annak lovával. És hát ilyen ősök miatt nem meglepő talán, hogy a néprajzi hagyományainkban egészen a 20. századig a ló, mint motívum, az tovább él. És hogyha keletre megyünk, akkor ott bizony a Magyarság Kutatói Intézetnek még mindig vannak olyan kutatási lehetőségei az ott még élő olyan népeknél, akik ezt a hagyományt sosem szakították meg, és ma is ápolják, és még akár részleges lovas temetkezéseket is tudunk kutatni, csak úgy, mint a honfoglaló magyaroknál. És köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak.